Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp április 16-ára és április 17-ére. Április 16-án teli hold van, és ez a teli hold megvilágít valamit. Az indiai számítás szerint a mérleg jegyében van, tehát itt olyan témákról van szó, amit a mérleg jegye szimbolizál, mint például harmóni, béke, kreatív tevékenység, igazság és a szerelem, ez a központi téma itt a mérleg jegyénél. Azon kívül itt a mérleg jegyében mozog jelenleg Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó, és utal kármikus témákra, mégpedig a múltra. Tehát ez a teli hold megvilágít bizonyos kármikus témákat is. Ha szeretnéd tudni azt, hogy melyik jegyben születtél, az indiai számítás szerint a videó alatt ott van egy tabella, és ott utána nézhetsz. És én indítanék a kos jegyével. Itt mozog jelenleg Ráhu, a felfele mozgó kármikus csomó. Utal egy új irányra, utal változásokra. Itt van Uránusz bolygó, ami szintén változásokat jelent. Azon kívül a nap, és az utal a havi témára. A havi téma a kos energiája, egy új irány, egy új kezdet, a lelkesedés, a bátorság. Merkur bolygó szintén itt van a kos jegyében, és az jelenti a cselekvéseket, beszélgetéseket, bizonyos szerződéseket. Jupiter bolygó a közelben van a halak jegyében, és az azt jelenti, hogy ez a szerencse, amit Jupiter bolygó mutat, az itt van nálunk a közelben, vagy az lehet az igazság is egy bírósági ügy, ahol rendeződnek, folyamodnak a dolgok. Ami a szerelmet illeti, Mars bolygó és Vénusz bolygó, az a vízöntő jegyében van, a levegő elemében, és a kos jegye az a tűz eleme és a levegő eleme, azok barátságban állnak egymással, tehát nálunk kos jegyben születetteknél szerencse van a szerelmet illetően. A bika jegye. A bika jegyében most nincs mozgás, viszont Mars bolygó energiát küld kívülről a bika jegyébe. Az lehet, hogy valami erősít téged, vagy közeledik egy férfi hozzád. Ami a szerencsét illeti, Jupiter bolygó az jó hatással van most a bika jegyére, hiszen Jupiter bolygó az a halak jegyében, a víz elemében van, és a bika jegye a föld eleme, és a föld eleme és a víz eleme barátságban állnak egymással. Merkur bolygó jó hatással van, tehát ez lehet egy jó hír, hiszen a szomszédos jegyben található. Ami viszont a szerelmet illeti, itt nem jó most az energia, tehát a bika jegyében születettek, legyenek még kicsit türelmesek, mire javul a helyzet. Az ikrek jegye. Az ikrek jegyében nincs mozgás, nincs külső behatás. Merkur bolygó jól hat az ikrek jegyére, ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Ami a szerelmet illeti, az is jól hat az ikrek jegyére, hiszen az ikrek jegye a levegő eleméhez tartozik, Mars és Vénusz bolygó, a szerelem bolygója a vízöntő jegyében, szintén a levegő elemében van, és itt megvan ez a harmónia. Viszont Jupiter bolygó nem túl jó hatással van az ikrek jegyére, és az azt jelenti, az ikrek jegyénél most igazságtalanságok vannak. A rák jegye. A rák jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont jön kívülről energia. Jupiter bolygó küld energiát,
és az azt jelenti, hogy itt megvannak a lehetőségek, vagy lesz egy jó ajánlat. Azon kívül Szaturnusz bolygó szintén energiát küld a rák jegyébe, és az azt jelenti, itt kialakul most valami. Ami a kommunikációt illeti, itt ez előnytelen jelenleg a rák jegyére, vagy lehet egy rossz hír is. A szerelmi élet területén, ha a rák jegye nyitott arra érzelmekről beszélni, vagy belépni egy párkapcsolatba, akkor meg lesz a könnyűség. Az oroszlán jegye. Az oroszlán jegyében jelenleg nincs mozgás. Viszont Mars bolygó és Vénusz bolygó, a szerelem bolygója, Vénusz bolygó az a nőies energiát szimbolizálja, Mars bolygó pedig a férfias energiát szimbolizálja, az most szemben áll a vízöntő jegyében. Tehát itt tükröződik valami a párkapcsolatot illetően az oroszlán jegyében születetteknél. Egy jó hír várható, hiszen Merkur bolygó a kos jegyében van a tűz elemében, és az oroszlán jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia, ez lehet egy jó hír. Egy bírósági ügynél itt vannak még nézeteltérések, vagy késlekedik valami, vannak bizonytalanságok. A szűz jegye. A szűz jegyében jelenleg nincs bolygó, viszont Mars bolygó küld energiát kívülről, ami erőt ad a szűz jegyének, vagy egy férfi közeledik hozzád. Jupiter bolygó szintén energiát küld a szűz jegyébe, ez lehet egy bírósági ügy, de lehet egy jó ajánlat is. Ami a kommunikációt illeti, itt nem vagytok egy hangon, de tudtok beszélni egymással. Ugyanígy van a szerelmet illetően is. Ha nyitott vagy erre a kapcsolatra, akkor megvan a könnyűség. A mérleg jegye. A mérleg jegyében van ez a teli hold. Azon kívül itt mozog Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó, tehát vannak itt kármikus témák, emlékek a múltból. Merkur bolygó szemben van, a kos jegyében itt tükröződik valami, és oda kell figyelni a beszélgetésekre, nem csak beszélni, vagy valamit mondani másoknak, hanem meghallgatni azt, hogy mások mit közölnek veled. Ami a szerelmet illeti, az előnyös most a mérleg jegyének, hiszen a mérleg jegye a levegő eleméhez tartozik, és Mars, Vénusz a vízöntő jegyében szintén a levegő elemében van, tehát ez szerencsét hoz a szerelmet illetően. Egy bírósági ügynél vannak még nézeteltérések, vagy késlekedik valami, itt nagyon nehéz most valamit tisztázni. A Szkorpión jegyében jelenleg nincs mozgás, viszont Jupiter bolygó küld energiát a Szkorpión jegyébe, ez lehet egy jó ajánlat, vagy szerencse, vagy megkapod az igazságot. Ami a kommunikációt illeti, nem vagytok egy véleményen, de megvan arra a lehetőség, hogy beszéljetek egymással. Ami viszont a szerelmet illeti, légy még kicsit türelmes, mert itt vannak még nehézségek. A nyilas jegye. A nyilas jegyében nincs mozgás, nincs külső hatás, viszont a sors bolygó, Szaturnusz bolygó ott van a közelben, segít abban, hogy kialakuljon valami. Ami a szerelmet illeti, ott szerencse van a nyilas jegyében születetteknél, hiszen a nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, Mars és Vénusz bolygó a vízöntő jegyében a levegő elemében van, és a tűz eleme és a levegő eleme segítenek egymással.
Merkur bolygó a Kos jegyében, szintén a tűz elemében van, tehát ez is jó hatással van a nyilas jegyénél születetteknél, ez lehet egy előnyös szerződés, vagy egy jó hír. Viszont Jupiter bolygó nem hat jól ki most a nyilas jegyére, az lehet, hogy igazságtalanság történik veled. A Bak jegye. A Bak jegyében mozog jelenleg Szaturnusz bolygó, a sors bolygója, itt lesznek sorsdöntő változások. És Plutó bolygó az jelenti a belső erőt. Tehát légy biztos magadban, abban is, hogy itt jól alakulnak a dolgok, a sors utadat megtalálod, lesznek célok, lesz egy új kezdet. Ami a szerelmet illeti, Mars és Vénusz bolygó a közelben van, ez adja a könnyűséget. És Jupiter bolygó jó hatással van a Bak jegyére, hiszen Jupiter bolygó a halak jegyében, a víz elemében mozog, és a Bak jegye a föld eleméhez tartozik, és a föld eleme és a víz eleme barátságban vannak egymással. Ami a kommunikációt illeti, vagy szerződéseket, itt vannak még nehézségek. A vízöntő jegye. Itt van Neptun bolygó, de hamarosan elbúcsúzik a vízöntő jegyétől, hiszen április 18-án áttér majd a halak jegyébe. Neptun bolygó az jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket. Ha hiszel ebben, akkor ez megvalósul. És itt van Mars, Vénusz, a szerelem bolygója. Tehát ez a központi téma jelenleg. Jupiter bolygó a közelben van és segít, itt megvannak a lehetőségek. És Merkur bolygó a Kos jegyéből jól hat ki a vízöntő jegyére, hiszen a vízöntő jegye az a levegő eleme, a Kos a tűz eleme, itt megvan a harmónia, és ez jelenthet egy jó hírt, vagy egy előnyös szerződést. És a halak jegye. Itt van Jupiter bolygó, és Jupiter bolygó itt jól érzi magát, hiszen uralkodik a halak jegye felett, itt van szerencse, lehetőségek, Merkur bolygó a közelben van, ez lehet egy jó hír, Mars, Vénusz szintén a közelben van, ez a szerelemre kihat, szerencse vagy könnyűség a szerelmi életet illetően, és 18-ától fogva itt lesz Neptun bolygó, és Neptun bolygó szintén uralkodik a halak jegye felett, ugyanúgy, mint Jupiter, és itt egy álom majd megvalósul. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!